Sziasztok! Az ingatlan szakértőnkkel Andreával elsőként átlagosnak mondható lakásokat mutattunk nektek. Ezeknek az árát a nem mindennapi kilátás, az óceánra néző ablakok dobták meg. Ingatlanos sorozatunkban ennél láthattok majd egyszerűbbeket, olcsóbbakat és természetesen magasabb árfekvésűeket is. Egyéb befektetési lehetőségeket is, eladó raktárépületeket, szállodákat. Nem is gondolnátok, hogy milyen sok jómódú magyar lát fantáziát a floridai ingatlanokban. És mi persze nem csak rájuk gondolunk, hanem azokra is, akik kedvelik a külföldi ingatlanos videókat, szeretnék megismerni az itteni otthontervezési megoldásokat, lakberendezési stílusokat, az amerikai lakóközösségek működését, vagy a helyi ingatlanosok munkáját. Ebben a videóban sok millió dolláros, óceánra néző lakásokban vezet körbe bennünket Andrea. És megtudjuk azt is, hogy milyen különleges szolgáltatások vannak az ilyen luxus ingatlanoknak otthont adó társasházakban. Ez a kávézó szoba, ahol reggel fel tudod venni, felvenni az újságot, kávét készíteni magadnak, meg a híreket nézni. Én közben megmutatom nektek a várost, ahol ezek a lakások várják az új gazdájukat. Miamitól 45 kilométerre vagyunk északra, Fort Lauderdale-ben. Dél-Floridában, Miami és Fort Lauderdale között ingatlan befektetési szempontból igazából nincs nagy különbség. Talán Miami egy picit drágább, nagyobb és sűrűbben lakott is. Itt körülbelül 185 ezeren élnek. A városnak van 37 kilométernyi strandja, csatornából pedig még több, ezért is emlegetik Amerika Velencéjeként. Ez, amit itt láttok, egy folyóparti sétány, aminek a legnagyobb látványossága a hajók, modern épületek, éttermek mellett a mellkasát kitáró óriás női szobor. Az első lakás megnézése után majd beszélek nektek az itteni megélhetési költségekről, és még többet láthattok a városból. Ez az étterem, amit Andrea mutat a kocsiból, egy népszerű tengeri herkentyűs hely, kifejezetten a Forrest Gump film rajongóinak. Megérkeztünk ahhoz az óceánparti 18 emeletes luxus társasházhoz, amelyet most együtt járunk be. Az épületnek, amelyben 95 lakás található, saját étterme és automatizált parkolórendszere van, a vendégeket pedig segítők várják ennél a pultnál, ők megoldják helyettünk a parkolást. A lakóknak pedig majd meglátjátok odabent, rengeteg kényelmi szolgáltatás elérhető, medence, jacuzzi, fitnessterem, jógaszoba, szauna, klubhelyiség, kávézó és kozmetika is. És ebben a tágas fogadótérben, ahová most érkezünk, a lakók akár lebonyolíthatnak egy megbeszélést is, ha nem akarják felengedni az otthonukba a vendégüket. Itt a bejáratnál van nekik 24 órás biztonsági szolgálat is. Minden lakásból ilyen gyönyörű a kilátás, nem csak a városra, hanem az óceánra is. Mindegyik ingatlanhoz hatalmas körteraszok tartoznak, olyan nagyok, hogy bőven elférnek itt a kerti bútorok, a pihenő ágyak, kinti étkező asztalok. Elsőként ezt a szintén körteraszos, modern lakást mutatjuk meg nektek. Megérkeztünk a lifttel ebbe a kis előtérbe, és ez a rész a tulajdonosé, szóval ahogy a liftből kiszállsz, ez rögtön a tulajdonoshoz tartozik. És hogyha megfordulsz ott a hátad mögött, akkor látni fogod, ott jönnek be, akik elviszik a szemetet, akik a légkondit jönnek tisztítani, a segítő személyzet azon az ajtón jön. Bemegyünk most már a lakásba. Ez egy luxus lakás, igen. Egy háromszobás, három és fél fürdőszobás. Kezdjük a szülői szobánál, menjünk erre. És milyen érdekes megoldás, hogy nyílik. Igen. Ki nem is gondolná az ember, hogy itt van egy szoba mögötte, a falba rejtve. Itt van egy gardrób, egy beépített gardrób. Erre van a fürdő. Van egy hatalmas zuhanyzó, fürdőkád. Nem tudom, a WC-t meg szeretnéd mutatni. És a zuhanyzó mellett a WC. Hát nagyon szép. Dupla mosdókagyló. És jól látom, hogy van egy másik gardrób is. Tehát a férfi és a női. A férfi és a női. Pontosan ez lenne a férfi, ez a kisebb. Hálószoba, szülői szoba. Minden egyedileg gyártott, ugye ezek a panelek, igen. A mennyezet, a beépített bútorok.
Ezek lényegében a teraszra való bútorok, csak most a tulajdonos behozta a lakásba. De van terasz, amire ki lehet tenni. Igen, nem is akár milyen kilátással. Majd később kimegyünk, de innen van a terasz, és akkor lehet látni az óceánpartot. A szállodák sorát. Nagyon szép a padló is. Fürdőben is. 224 négyzetméter. Okosház. Itt a mosószoba, mosógéppel, meg szárítógéppel. Itt lehet külön mosni mondjuk a cipőket. Ja, mehetünk tovább. Akkor itt a nappali. Uh-huh. Úgy berendezve, hogy minden látható legyen, ami kint történik. Mert hát ezt a panorámát, ezt vétek lenne eltakarni. Fel lehet tölteni borokkal a borhűtőt. Étkező, konyha. Ezeket, amit itt látok, ez mind egyedileg tervezett bútorok. A konyha bútortól kezdve, a bártól kezdve, a nappalitól mind egyedileg tervezett. Körben az ablakok, csodás kilátással. Egy nagyon modern, jól felszerelt konyha, hatalmas szigettel. És persze itt is ki lehet menni a teraszra. Mindenhol más, igen, a panoráma, ugye itt látszik a város. Innen pedig látszik az óceánpart. Kimegyünk, és akkor a végén megnézzük a másik két szobát. Az ikonikus Fort Lauderdale-i látkép, az óceánpart, hotelek, egy szelet a városból, szinte körbeír a terasz az egész lakáson. Nagy gyönyörű, szép óceánpart. Az egyik leghíresebb, ugye, Floridában. Igen. Hát de azt se felejtsük el, ez egy újabb épület, ez 2017-ben épült. És a szülői hálószobán kívül hány szoba van még? Még van kettő. Mindegyikhez tartozik fürdőszoba? Igen, külön? Mindegyikhez. Plusz még amikor vendégek jönnek, akkor van itt egy fél fürdő. Egy vendégfürdő. Igen. Ez az egyik hálószoba, ez a kisebbik fürdővel. Itt is ugyanúgy beépített szekrénnyel. És a csodás panorámával. Kilátással a városra. Hát innen látod a napramentét. És ez az ágy, ez úgy látom, hogy ez egy Murphy visszahelyezhető a szekrénybe, eltüntethető. Még egy kis dolgozó sarok is van hozzá. És akkor itt van a zuhanyzó. Minőségi nyílászárók, igényes. A tulajnak ebbe az épületben van kettő lakása. Ezt a lakás, ez a kisebbik lakása, ezt azért használja, hogy a vendégei tudjanak hol megszállni. És most úgy döntött, hogy eladja. Adja. Igen. Mennyiért? Az ára ennek a lakásnak 3 millió 650 ezer dollár. A közös költség erre a lakása 3313 dollár havonta. Azta. Ja, de amint látod, van hozzá valley parking, security, karbantartás. Minden szinten. Igen. Gondolom van fitness medence. Van minden, majd később azt is megmutatjuk. És még egy szoba. Ja, nézzük meg a szobát. Tetszik az, hogy minden el van tagolva. Tehát az a szoba megint egy külön helyiség, egy olyan elválasztott, hogy megvan az intimitása. És ahogy belépsz a szobába, rögtön jobb oldalt van a gardrób, beépített szekrénye. Akkor itt látjátok a fürdőt. Hatalmas zuhanyzóval szintén, WC és dupla mosdós. És akkor ez lenne a harmadik szoba. Megint gyönyörű, szép kilátása. Meg a beépített bútorokkal, tévével. És ahogy megszokhattuk, ugye itt az az általános, hogy itt is maradnak a berendezések. Igen, ebbe a lakásba minden a bútorokkal együtt jön. Az éves adója 28.299 dollár. Aztán. Ennyibe kerül itt a luxus, hogyha valaki ilyen kilátást, ilyen
lakást szeretne ilyen panorámával. Ide érkeztünk, ugye? És most jön a lift. Most lemegyünk. Maradunk az épületben, és akkor most megyünk megnézni egy penthouse-ot. Mielőtt szétnézünk a legfelső két szinten a penthouse lakásban, jöjjön még egy kis ismertető a városról. Amellett, hogy népszerű üdülőhely, eléggé drága is. A megélhetési költségek majdnem 40%-kal magasabbak itt az országos átlagnál. De szerencsére sok munka lehetőség van, főleg a turizmusban könnyű elhelyezkedni. Mutatok is nektek néhány példát a fizetésekre. Csúcsidőben reggel és délután azért vannak dugók, de a forgalom egyébként Miamiban ennél rosszabb. Amúgy megérthető, hiszen nem csak a helyiek vannak itt, hanem rengeteg turista is. Nekik amúgy vannak ingyenes trolik, amikkel bejárhatják itt a központi részeket. Ezek elvisznek a vonathoz is, amivel mehetnek más városokba. Nem feltétlenül kell autóba ülni. A városnak saját nemzetközi repülőtere is van, az utasforgalom az körülbelül 31 millió évente. Azt is tudni kell, hogy vannak veszélyesebb kerületei, ahol gyakoribb a bűnözés, de igazából nincsenek olyan drogtanyák, meg hajléktalan sátorvárosok, mint egyes nagyobb amerikai városokban. Itt ülnek a parkban a hajléktalanok, de igazából veszélytelenek. Akár lehet velük beszélgetni is. Ezt a táncot nektek küldi. Most egyébként nem akármilyen katasztrófa fenyegeti Florida partvidékét, ennek már látszanak az előjelei egyes strandoknál itt is. Úgy néz ki, hogy a Karib-térség felől ide sodródik majd egy minden eddiginél nagyobb hínártömeg, több mint 8000 kilométer széles. Tönkreteszi a strandokat, elriasztja a fürdőzőket, mert amikor bomlásnak indul, akkor hihetetlenül büdös. És hát ez hazavághatja a turizmust. Rengeteg étteremből szól a zene. Élő zene. Ez a leghíresebb sétány a Las Olas bárokkal, galériákkal, butikokkal. Tényleg több mint 4000 étterem és 120 éjszakai klub közül lehet választani. Kulturális művészeti fesztiválok is rendszeresen vannak itt, és nagyon jó múzeumok. Ez a Természettudományi Múzeum nagyon népszerű, főleg a gyerekek körében. És a Las Olasnak a végén ott van az óceán. Itt például fiataloknak vannak bérelhető lakások, így üdvözlik a leendő bérlőket. Aki ilyen menőhelyen szeretne lakni a város szívében, közel a múzeumokhoz, éttermekhez. Halljátok a zenét, ott nagy buli van az étteremben, úgyhogy ez egy fiatalos pezsgőhely itt éppen. Távolban hallom a papagájokat, itt meg a kiskacsák. Tavasz van. De lehet itt mókusok között sakkozni is. És az állam déli részére nyugodtan ki lehetne tenni a megtelt táblát. Gondoljatok bele, naponta nagyjából 900-an költöznek Floridába. Úgyhogy amit érzünk, hogy az árakat jól felhajtják, nagyon pörög az ingatlanpiac, a luxus ingatlanok piaca is. Úgyhogy menjünk és nézzük meg a másik lakást. A penthouse egyébként mást jelent itt, mint Magyarországon. Lényegesen nagyobb lakóteret és teraszt, tetőkertet, illetve saját liftet. Igazából az itteni kritériumok alapján a magyarországi penthouse lakásokat nem lehetne penthouse-ként értékesíteni. Ahogy kijövünk a liftből, ilyen szép, tágas folyosó részre érkezünk. Mint egy luxus hotel olyan. Hát, igen. A második emeleten kezdünk, és akkor itt van a lift, ahol be tudsz jönni. Lényegében be tudsz menni az első emeletre, meg a másodikra. De a másodikon is rögtön be tudsz jönni ide a lakásba, de elnézést, most a bielők költöznek ki, úgyhogy azért látod itt a dobozokat. Tehát saját lift tartozik hozzá. Igen. Szóval mindent úgy nézzetek, hogy az emeleten vagyunk, innen megyünk majd le. Okay. Igen, hogyha fent vagy itt az emeleten, akkor itt is van egy teljes fürdőszoba. Itt a felső emeleten a plusz helyiségek vannak. Lehet dolgozni, pihenni, van külön bár és konyha a hozzátartozó nappalival. A terasz pedig sokszor nagyobb a lakás méreténél. Lényegében még egy nappali. Egy plusz nappali, a felső igen. Szinten, ezzel a kilátással. Hatalmas terasszal. Ki is megyünk a penthouse lakásnak a teraszára. Kezdjük rögtön a kilátással, innen a 18. emeletről. Jó nagy szél fúj ebben a magasságban, de hát aki bírja, az itt tud napozni, pihenni.
alattunk, ha jól ismert strandszakasz, a gyönyörű türkisz színű vízzel. Ez ugye az épületnek a legfelső szintje, úgyhogy ilyen érdekesen néz ki a tetőmegoldás. A teraszon itt fent van saját medence, nem is kicsi. A lakóknak külön a kerthelyiségben van egy ennél jóval nagyobb, közös használatú főmedence. Itt vannak pihenőágyak, meg egy jacuzzi, és itt a leghátsó sarokban egy kinti konyha grillezővel. A medencéből pedig lehet bámulni az óceánt, a városi forgalmat és a parton strandolókat. Igen, azt tudni kell, hogy nagyon szeles. Mert hát ugye... Mivel fenn vagyok 18-on. Szintén ugye okos, az egész ingatlan. Na, menjünk, nézzük meg lent. Modern padló, lépcső, üveg. Ennél a liftnél jöttünk be. Akkora a lakás, hogy nehéz követni. Hihetetlen. Igen, ez kétszintes, úgyhogy itt be tudsz jönni. Lényegében ez a fő bejárat, de ha fel akarsz rögtön menni az emeletre, akkor oda a lift is felvisz. Érkezhetsz egyből a második emeletre. Igen. Hatalmas, nagy, gyönyörű, szép nappali, étkező. Hatalmas borhűtő. Abból soha nem elég, nem? Ja. Mikro. Beépített mikro. Most még itt van a bérlő, aki mennyit fizet havonta? 55 ezer dollárt fizet havonta bérleti díjnek. Mennyi az ingatlannak az ára? 13 millió dollár. Hány négyzetméter? Ez 556 négyzetméter. Ez a szülői háló. A kilátás az gyönyörű-gyönyörű szép. Beépített szekrények. Egyedi a mennyezet. Dolgozó sorok, és innen lehet gondolom tovább menni akkor a gardróbhoz, fürdőhöz. Itt a gardrób. Várjál. Hatalmas. Szinte egy külön szoba, maga a fürdő. WC. Oda bekukucskáltál az előbb, láttam, ez egy érdekes rész volt. Ja, a szép van. Egy külön hatalmas helyiségben. Nagy. Ja, zuhanyzó. Hatalmas nagy zuhanyzó kád, gyönyörű szép kilátása. Hogyha erre jössz, akkor meg tudjuk mutatni mindenkinek. És a nagyon hosszú mosdó rész. Még egy plusz fürdő. Ez a vendégfürdő. Igazából megkövetni se tudom, hogy hány szobás pontosan? Ez három szobás. És akkor a három szobára van 5,5 fürdő. Elektromosan nyitható a napellenző. És akkor innen is gyönyörű szép kilátás. Mosószoba. Pakolós is. Jó nagy. Itt a mosógép, szárítógép. Takarítóeszközök, mosogató, mikro, pakolási lehetőség, ez mind a mosószobában. Vízmelegítő. Ez egy moziszoba, amihez tartozik egy kis bár. Amint látod, itt van hűtő, meg tartozik egy fürdőszoba hozzá. És akkor ugye innen a moziszobából, ezen a liften keresztül elérjük a kényelmi szolgáltatásokat. Pontosan. Ez az épületnek a klubháza, amint látjátok. Le lehet ülni, vendégeket hozni, és akkor lehet partikat itt szervezni. Meg ki lehet menni itt is ugye az udvar részre, a fő medencéhez. Igen. Dolgozószoba. Le tudsz jönni ide dolgozni, vagy ha vannak kliensek, ide hívni. Akkor ez a közös használatú klubhelyiség.
gyakorlatilag egy saját spa rész tartozik hozzá. Azon felül, hogy ugye van fent a lakásnál a medence, itt a közös helyiségnél. Igen, van kettő kabálna, és itt van a gym, majd gondolom visszajövünk ide. Most viszont nézzük meg akkor a lakáshoz tartozó két kabánát, ami a saját pihenőhelyiségük a medencénél. Tehát, hogyha a medencézés után szeretnének egy picit pihenni, ebből a kabánából kettő is tartozik a lakáshoz. Tehát két ilyen nappali. És akkor egy fürdő. Zuhanyzóval, szinkkel, és itt is van egy borhűtő. Vagy hogyha leszaladnak ugye a strandra, ami itt van, akkor nem kell a homokot felvinni a lakásba. Hát igen, itt is le tudnak gyorsan zuhanyozni és felmenni. Itt lehet grillezni, pihenni szintén. 2017-ben épült ez az épület. Modern épület, azért látszik igen. A felszereltségén, kivitelezésen. És minden extrával felszerelve. Hát, amint látjátok. Itt tényleg minden van. Amikor spa is tartozik az ingatlanhoz, és mindenféle luxus szolgáltatás. A legszebb pontja ennek a résznek még csak most jön. Ez a szuper medence, amiben úszkálva, vagy akár csak a partján pihenve is gyönyörködhetnek a lakók az óceánban. Tartozik hozzá pesgőfürdő, és itt akár másoktól elválasztva függönyökkel lehet pihenni. Ilyen kényelmes pihenő napozó ágyakon. Az óceánt eddig csak felülről láttátok, és most az épületet is meg tudjuk mutatni teljes egészében. Még egy pillantás a vízre, és akkor mehetünk be. A mozi szobából egyenesen ide lehet lifttel jönni a fitnesshez. Masszás szoba, szauna, egy relaxációs hely. Itt az épületen belül ugye van közös fürdő, amihez tartozik egy szauna is. Ja. Hogyha nincsen kabánád, akkor be tudsz jönni és akkor lezuhanyozni. Tényleg mindenre gondoltak. Ja. Ez a kávézó szoba, ahol reggel fel tudod venni, felvenni az újságot, kávét készíteni magadnak, meg a híreket nézni. Társasági életet élni a szomszédokkal. Igen. A lakáshoz tartozik egy vendég külön lakrész? Olyan, mint egy hotelszoba. Ahhoz van fürdő, szoba, meg egy kis konyha. És ez 30 napig egy tulajdonosnak a vendége 30 napig használhatja. Benne van a közös költségbe. A közös költség itt erre a penthouse-ra 6728 dollár havonta, az adó 143.343 dollár évente. És akkor még ez a tároló tartozik a penthouse lakáshoz, itt dolgozik a menedzsment, itt lehet segítséget kérni, ha valami elromlik. A garázsban pedig három járműnek van hely tulajdonosonként, de sokan itt tárolják a bicikliüket is. És tényleg van, aki mind a három helyet meg is tölti autóval. Ott vannak a töltők az elektromos autóknak, hát nem mindennapi autók sorakoznak itt. Ez a fekete a penthouse lakás tulajdonosáé, úgyhogy ez a három hely tartozik a 13 millió dolláros lakáshoz. És akkor kapaszkodjatok meg, a három hely darabja 100 ezer dollárba kerül. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!